Köszöntelek benneteket a csatornámon. Köszönöm, hogy kiválasztottátok a videómat. A mai nap indiai asztrológiája október 23-án. Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot. De ez nagyon precíz, és ugyanaz, ahogy az asztronómusok is ezt meghatározzák. Pontosan ezért dolgozom ezen az indiai területen, holott én a másik módszert is tanultam és ismerem. A hold a rák jegyében található, és ez hat az érzelmi világunkra. A hold egy feszültségi kapcsolatban áll Szaturnus bolygóval. Ez azt jelenti, hogy valaki megbánt bennünket, és ez fájdalmat okoz, vagy a múlt tér vissza, ezek a gondolatok elszomorítanak bennünket. Kell, hogy változtassunk ezen, és ez azt jelenti, amit a holtház is mutat. A hold, az aslésa a holtházban található, ez egy kígyót jelent, és ez szimbolizálja a kundalini energiát, ami annyit jelent transformáción. Ez mutat változásokat, ami hat az életünkre. És mi most érezzük azt is, hogy változások fognak történni. Ez lehet sorsdöntő, mert a Szaturnus bolygója nagy hatást gyakorol a sorsunkra. Ezek változások vagy fontos döntések. A hold közeledik az oroszlán jegyéhez, és itt hat a tűz energiája, és befolyásolja az érzelmi világunkat. Érezzük erőnket, bátorságunkat, valami lelkesíteni fog bennünket, ez lehet a szerelmi élet területén, mert a tűz eleme kihat a szenvedélyekre is. Merkur bolygó átlép a Szkorpión jegyébe, és ez azt jelenti, hogy tartsuk meg a titkainkat, vagy valaki ránk bízza az ő titkait. Lehetséges az is, hogy mindkét lehetőséget átélünk. Egy titokzatos hírt fogunk kapni, de óvjuk a saját titkainkat is. Ez volt a mai napom horoszkópja. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!